56. perc, és többször is veszélyeztetett kontrákból az Eger. Ezt sikerült belőni, nem is akárhogyan, Pavlov beadása után Németh Norbert szenzációs mozdulattal, és beszéltünk Németh Norbi szép teljesítményéről, Kondás elemér pedig a debreceni védők teljesítményét. Igen, az, hogy megvoltak hátul, és itt lehet látni, 4-2-be védekeztek gyakorlatilag. Úgyhogy rosszul helyezkedtek a védők valóban belül. Elcsúsztak egy kicsit, nagyon eljöttek a rövidre. Németh Norbi meg lehet látni az oldalsó kamerából, hogy visszalépett. Tehát ő elindult először a rövid oldal felé, ha jól láttam, akkor Simac mellől, és utána visszalépett, ez zavarta meg. Vujovic tör előre, és Szűcs szabálytalankodik ellene. Majd holnap megnézzük újra a harmadik félidőben, hogy mi történt, de nem nagyon lehet ezen vitatkozni szerintem. Hát abszolút nem lehet vitatkozni, én egyszerűen a szerelési kísérletet nem értem. Onnan bal lábbal keresztbe lépni nem lehet más, csak falt. Meg ezt ez egy nagyon, nagyon rossz ütemű belépés volt, de a jobb lábbal kell lépni, és úgy megakadályozni. A terv ezzel kapcsolatban mi volt szerinted? Itt a hát, hogy elrúgik a kapus a másik sarokba, és akkor megúrítja ebbe az oldalba. De nagyon rosszul rúgta. Vissza is ért volna talán. Rosszul rúgta. Bryák mozdulata összességében ugye váltott a kapusposzton, jó teljesítményt nyújtott a légiós. Jó, ez talán az egyetlen egy hibája volt, hogy itt azért ez erőteljesen kapusiba lett volna, ha ebből gólt kapnak, hiszen kiejtette a kezéből, nem is tudta utána elütni. Szerencséje volt, mert a védők nagyon jól blokkoltak. Itt teljesen tiszta labda, amit meg kellett volna fogni, és még ráadásul el is botlik. Legalábbis úgy láttam innen.